Kedves barátunk, sok szeretettel köszöntelek a Veszprémi Keresztény Közösség, röviden Vekker nevében. Végre megköszönhetjük neked, és elmondhatjuk, hogy milyen nagy megtiszteltetés, hogy követed a YouTube videóinkat. Ezúttal egy új módon szeretnénk segíteni neked. Meghirdetjük pünköst hétfővel a Csodák Hetét. Mit jelent ez? Május 16-tól kezdődően egy teljes héten át fogunk imádkozni és böjtölni, érted? Lehet, hogy gyógyulásra vársz, vagy anyagi áttörésre van szükséged, esetleg egy kapcsolatot szeretnél helyre tenni. Most itt a lehetőség, hogy együtt kérjük Istent, hogy csodákat tegyen az életedben. Maga a csodatévő Jézus bátorít minket arra, hogy ha ketten valamiben egyetértenek itt a Földön, megkapják azt a mennyei Atyámtól, mondja az Úr. Mi ebben hiszünk, csatlakozz hozzánk, imádkozzunk együtt isteni csodáért az életedben. És mit kell ehhez tenned? Nagyon egyszerű, írd nekünk egy e-mailt, írd meg a problémádat, az imakérésedet a csodakhete@vekker.eu címre. Vagy még jobb, ha közel laksz, egyszerűen ugorj be a Vekker Közösségi Centrumba, címünket, térképet megtalálod a honlapunkon. Nagyon örülnénk, ha személyesen is megismerhetnénk téged. Adj még egy esélyt Istennek, és írd nekünk, hogy támogathassunk téged. Hadd kezdem egy kérdéssel. Te szeretnél-e jobb életet élni? Mert szerintem mindenki vágyik erre. És rengetegen ígérik ennek a lehetőségét neked. De amiről ma lesz szó, azt nem fogod megtalálni a világi eszközökben. Motivációs trénereknél, poppszichológiában, vagy ezoterikus guruknál és egyéb egzotikus életvezetőknél. Mert ma a radikális változásról lesz szó. A teljesen új életről. A teljesen új énről. Egy újjászületésről. Amiről lehet, hogy nem is hallottál. Lehet, hogy nem is tudod, hogy lehetséges, vagy egyáltalán létezik. De a jó hír az, hogy létezik. És már mondom, hogy hogyan. Sőt, a beszéd második felében arról is szó lesz, hogy velem ez hogy történt. Ma megosztom a személyes újjászületésemnek az élményét, de ez csak később, úgyhogy ne siessünk ennyire előre. Először ugyanis szeretném megmutatni neked, hogy miért van neked szükséged az újjászületésre. Miért van mindenkinek erre szüksége. És majd utána térünk rá a személyes történetemre. Ezt az újjászületést, ahogy a cím is mutatja, sem motivációs trénerrel, sem az akaraterőd megfeszítésével nem tudod elérni. Ez képtelen vagy emberi eszközökkel. És ezt fogjuk egy kicsit részletezni. Amit viszont szeretnék előjáróban elmondani, hogy természetesen az akaraterővel fantasztikus változásokat érnek el emberek. Pusztán azzal, hogy fegyelmezettek, céljaik vannak, módszereik vannak, van egy emberi segítség hozzá, szakmai iránymutatás, és valóban bámulatos eredményeket mutatnak fel emberek, pusztán emberi segítséggel, akaraterővel. Vegyünk csak olyan egyszerű példát, mint a dohányzás. A kollégáim közül többen leszoktak emberi segítséggel, akaraterővel a dohányzásról. Vannak, akik lefogynak emberi akaraterővel, vannak, akik lediplomáznak, mások olimpiát nyernek. Hát fantasztikus dolgokat lehet elérni. Ezt mind elismerem, ezt ne értsük félre. De teljes életet, újjászületést nem tudsz ezáltal produkálni. Egy probléma ezzel ugyanis mindig lesz, és ezt egy sztorival szeretném illusztrálni. A pszichológus Csernus doktortól hadd idézzem ezt a történetet. Egyszer megkérdezte egy főorvos tőlem, Imre, miért veszed fel az újabb és újabb narkóst? Átvágják a fejedet. Mi értelme az egésznek? Megálltam, és valami ilyesmit válaszoltam. Nem hiszek abban, hogyha egy ember
belesétál egy gödörbe a saját lábán, hogy abból ne tudna kisétálni. Szintén a saját lábán. Ezért nem hiszek abban, hogy vannak reménytelen esetek. Nincsenek, mondja Csernus doktor, mindig van kiút. Na most ezzel egyetértek, és a jó Isten tartsa meg ezt a pozitív gondolkodást Csernus doktorban. De ez alá is fogja támasztani azt, amiről majd beszélni fogok. Mert lehet, hogy belesel egy gödörbe, és egy pszichológus, egy motivációs tréner, emberi, szakmai segítség kihúz belőle. De utána mi történik? Belesel egy másik gödörbe. Akkor lehet, hogy onnan megint valakinek a segítségével, vagy a saját akaratoddal kijössz. De aztán, hogyha fölnézel egyszer az életedben, ha szeretnéd látni a big picture-t, ugye? A teljes kontextust, a nagy összefüggéseket az életedben, teljes perspektívájába, skálájába, akkor mit látsz? Azt, hogy lelki és erkölcsi értelemben gödrök végeláthatatlan mezején jársz. És abból már nem tudsz kisétálni emberi eszközökkel. Az életed valamennyi gödrét képtelen vagy betömni. Csak pszichológiával, motivációs trénerekkel, vagy ezoterikus guruk egzotikus tippjeivel. Emberi segítséggel erre képtelen leszel. Azt mondja Pál, hogy ez Pál apostol a Bibliában, hogy ez szinte törvényszerűen jelenik meg az életünkben. Nézzük csak meg. Azt mondja, hogy azt a törvényt találom tehát magamban, hogy miközben a jót akarom tenni, csak a rosszat tudom cselekedni. Tehát erkölcsi értelemben gyakorlatilag itt arról van szó, hogy próbálod, kijössz, sikerül. Lehet, hogy egy kellemetlen szokásodról végre sikerült megszabadulnod. Vagy egy rossz beidegződéstől. Vagy egy kicsit most tapasztaltál egy lelki, belső harmóniát egy meditációban. És most jaj, de jól érzem magam. De aztán törvényszerűen újra és újra visszajön, hogy megint beleesel egy gödörbe. Erkölcsileg megint padlóra kerülsz. Lelkileg megint keresel és kutatsz, és nyugtalan a szíved, és nem találtál haza. Pedig azt hiszed, hogy igen, most megvan, amit kerestem. Pál itt azt mondja, hogy újra és újra visszajönnek ezek a kihívások. Újra és újra, mint törvényszerűen, rendszeresen felmerülnek az életedben ezek a kihívások, kérdőjelek, problémák, küszködések. Nem tudod erkölcsileg és lelkileg helyre tenni magadat emberi segítséggel. Ehhez annál sokkal többre van szükség. Fogadd el minél előbb. Erről a mezőről a saját lábadon emberi eszközökkel nem tudsz kisétálni. Minél előbb elfogadod, annál előbb tudod helyre tenni az életedet, és megtalálni azt a teljes életet, amire igazán vágysz. Nos, a gyökérokokat kell megtalálni, és ehhez fogok használni majd két analógiát nektek, hogy megtaláljátok. De először nézzük csak, hogy Pál apostol hogyan folytatja tovább. Igen, így. Jó. Parafrázis, fordítás, nem írtam ki a szlájdra. Így folytatja Pál. Ki fog megszabadítani engem ettől az élettől, amelyben nem tudok megújulni? Nem tudok elszakadni a rossztól, és a jónak élni, amelyben képtelen vagyok teljes életre. Tehát Pál szenved ettől, amitől ma milliók szenvednek. Lehet, hogy te is. Nem tudja, hol a megoldás. Hol fog megnyugodni, hol fog megtisztulni, hol fog felszabadulni végre. És beleszippantani a friss tavaszi levegőbe, hogy megújult az életem. Most már végérvényesen. És ebben a szenvedésében Pál egyszer csak azt mondja, hogy megvan a megoldás. A válasz Jézus Krisztusban van, a mi Istenünkben. Ma erről a válaszról lesz szó, mert ez ad neked majd radikális megoldást. A többi az mind csak felszínes megoldás, tüneti kezelés. Neked a gyökérokokat kell kezelned, hogy teljes életet tudjál élni. Ez a teljes élet harmadik kulcsa, ez az újjászületés. Mert ez sokkal több annál, hogy a felszínt vakargatod, hogy felújítgatsz, hogy kipofozod, hogy faceliftezed magad, és akkor ránézésre sokkal szebben mutat az életed, meg te magad is. Meg jobban érzem magam sikeresebbnek, meg van egy kis lelki harmóniám. Nem, az csak mind felszínes kezelés lesz. Új életet egyedül Isten segítségével tudsz kapni. Na és most jön egy-két analógia, ami segít. Mitől lesz egy új ház új? Attól, hogy kicsered a nyílászárókat,
Attól, hogy új tetőt teszel rá? Attól, hogy leszigeteled a falakat, bepucolod és úgy néz ki, mintha új lenne? Nem. Attól az a ház még régi lesz, régi az alapja, régi a falai, csak úgy néz ki, mintha új lenne. Az új az nem egyenlő a réginek a felújításával. Az teljesen más. Arra te még nem kapsz 10 milliós csokot. Csak ha valóban új az a ház. Mert lehet, hogy a régi falak lehet, hogy vizesednek. Hiába néznek ki újnak, előbb-utóbb előjönnek a problémák. Lehet, hogy a régi alappal vannak gondok, lehet, hogy nincs leszigetelve, lehet, hogy meleg ágya lesz új gondoknak, és csak időkérdés, hogy mikor jönnek elő. A te életedben ugyanígy vannak ezek a felszínes emberi megoldások. Attól ott belül tudod, hogy te még a régi én vagy. Tudod, hogy csak időkérdés, hogy mikor jön elő megint egy gödör. Mikor esel bele erkölcsileg? Mikor jutsz megint lelkileg egy mélypontra, hogy megint csak keresel, és nem vált be ez a tanító sem. Ez a szuper előadó sem. Ez a módszer sem. Ez a könyv sem. Nincs megoldás. Tehát nincs remény az új teljes életre. Ennyi az élet. De van megoldás. Van megoldás, és már erről lesz szó. Tehát hogyan szabadulsz meg régihez minden nyűgjétől? Úgy, hogy a régi házat lerombolod. Tehát ha régi elmúlt, akkor jöhet az új. Tehát nem elég foltozgatnod, felújítgatnod. Egy teljesen újat kell felépíteni. Ez az életedben így néz ki. Azt mondja megint Pál. Ezért, aki Krisztusban van, új teremtmény. A régiek elmúltak. És íme újak keletkeztek. Tehát először ezt kell megértened, hogy a réginek el kell múlnia ahhoz, hogy egy új élet keletkeztessen. Hadd mondjak egy másik példát, hát ez jobban segít. Az almafa és a szőlőtőke példája, jó? Tehát az almafa szimbolizálja a régi életedet. Itt van egy gyönyörű kép almákról. Lehet, hogy azt mondod, ó, ilyen az én életem. Ilyen napsütéses, ilyen ropogós, ilyen színes, ilyen egészséges. Legalábbis, hogyha kívülről nézik. Mert alapvetően egy rendezett családom van, sikeres vagyok a munkámban, lehet, hogy mások irigyelnek, de belül te tudod, hogy az alma nem tökéletes. Mert az almában kukacok vannak. És csak te tudod, hogy ott van az a kukac. Lehet, hogy több kukac is van, több problémád van, erkölcsileg, lelkileg. Belül érzed, hogy valami nem stimmel. Lehet, hogy csak kívülről ilyen szép és színes és ropogós, de ott vannak a kukacok. És most nem akarok kukacoskodni vele. De ez általános emberi tapasztalat. Hogy a felszín klassz, de belül érzed, hogy valami nincs rendjén. És akkor mi történik? Azt mondod, hogy elegem van az almából. Unom a banánt. Vagyis az almát. Most már valami újat akarok. Az igazit. Annak az ízét, ami tényleg megnyugtat. Tényleg hazatalálok. Tényleg megújít. És egy teljes új életet kaphatok. És ez fogja szimbolizálni a szőlő. Azt az életet, ami perspektívát ad neked. Ami megtisztít, ami újjászül majd téged. Amit megkóstolsz, és az íze, erre vártam. Erre vártam. És tudod, hogy most már sohasem akarod elengedni ezt a szőlőt. Mert ez az, amiről álmodtál mindig az életedben. Most mit csinálsz, hogy szőlő legyen az alma helyett? Elkezded műtrágyázni az almafádat? Meg megmetszed, meg permetezed. És akkor mi történik? Lehet, hogy az alma még szebb lesz, még nagyobb lesz, színesebb lesz. Lehet, hogy kevesebb lesz a kukac is. De csak ott van az a fránya kukac. Meg mégsem szőlő. Akkor mit csinálsz az almafával? Kivágod gyökerestől. És akkor helyére szőlőt ültetsz. Na akkor lesz szőlő. Hogyha kivágod gyökerestől, és a helyére tudsz egy új gyümölcsöt ültetni. Azt mondja Jézus, hogy én vagyok a szőlőtő. Tehát én vagyok az, akire, hogyha te ráoltod az életedet, akkor meg fog újulni, és gyümölcsöket fog hozni. Azt a gyümölcsöt, amire vágytál. A teljes életnek a gyümölcsét. Ezt a megtisztulást. Ezt a megbékülést.
ahogy erkölcsileg, mint ahogy a pillangó kikelés, és újjászületsz, leveted a régit, és lelkileg is végre hazatalálsz, és megvan az a lelki békéd, az a nyugalmad, amit nem találtál senkinél és sehol másnál. Na ezt tudja neked Jézus adni. Ez az, amit motivációs trénerek neked sohasem fognak tudni adni. És ez az, ami be fogja tömni neked ezeket a gödröket az életedbe. Tehát azt mondja Jézus, hogy nélkülem semmit se tudsz tenni. Ez azt jelenti, ne ést félre, nem azt jelenti, hogy te emberi akaraterővel ne tudnál eredményeket elérni. Nem azt jelenti, hogy neked szakemberek ne tudnának támaszt adni, és ne tudnád jobbá tenni valamelyest az életedet. De ahhoz képest, amit Jézus tud tenni az életeddel, erkölcsi lelki értelemben, a teljes élet szempontjából, ahhoz képest ez mind semmi. Most képzeld el, ez mekkora radikális változás. Hogyha fantasztikus eredményeket elérsz, beladsz mindent, fegyelmezett vagy, emberi akaraterővel, jó szakemberek támogatnak, és azt mondod, hogy wow, tessék, itt van a sikeres élet. És azt mondja Jézus, hogy ez ahhoz képest, amit én adok, ez semmi. Gondold el, hogy milyen potenciál van ebbe. Milyen fejlődési lehetőség áll előtted, hogyha azt mondja Jézus, hogy ez mind semmi, barátom. Ahhoz képest, amit én tudok tenni a te életeddel. Ez nem fantasztikus? Hadd mondjam el egy példán, hogy ez hogy néz ki a gyakorlatban. Van egy legenda, valaki azt mondja, hogy igaz, valaki azt mondja, hogy nem. Ez most a mi szempontunkból lényegtelen. A lényeg az, hogy nagyon jó illusztrálja az újjászületést, hogy mi történik. Ez a legenda, ez arról a hippói püspökről szól, aki az ókorban élt, és mi úgy ismerjük, hogy Szent Ágoston. Most Ágostonnal az történt, hogy mielőtt még megtért volna, újjászületett volna Istenben, volt egy intim viszony egy nővel. Utána viszont újjászületett, megtért. És aztán megint összehozta a sors ezzel a nővel. A nő szokás szerint nagyon kedvesen, barátságosan közeledett Ágostonhoz. Gusztikám! Olyan rég találkoztunk, nem volna kedve. És akkor erre mit csinál Ágoston? Faképnél hagyja a nőt. Elszalad. És akkor a nő meglepődik, hogy mi történt a kedvesével. Így megijedt. És akkor kiabál, hogy Guszti, én vagyok az, nem látod? És akkor Ágoston mit mond? Az lehet, de én már nem én vagyok. És ez nagyon jó kifejezi azt, hogy mi történik veled, amikor újjászületsz. Ha valaki rád néz, akkor azt mondja, hogy hát persze ez az Áhonyi Viktorát ismerjük, így néz ki. Lehet, hogy most hízott, lehet, hogy most fogyott, de alapvetően így néz ki, ismerjük. De amikor elkezd el vele beszélni, amikor látod, hogy hogyan gondolkodik, amikor lehet, hogy csak a szókincse megváltozott, sokszor az is megváltozik, amikor valaki újjászület. Már nem beszél olyan cifrán, színesen, választékosan ebből az értelemből. Tehát egy teljesen új ember lakik abba a testbe. És nem érted, hogy ki ez? Mi történt veled? Egyszerűen nem tudod felfogni, mert ilyet nem szoktak az emberek tapasztalni nap, mint nap, hogy valaki így megváltozzon. Ezért mondja azt a Biblia az újjászületésről, hogy az ilyen, hogy új szívet adok nektek. Új szellemet adok belétek. Eltávolítom testetekből a kőszívet, és hús szívet adok nektek. Tehát megváltozik a szíved. Te belülről átalakulsz. És akkor látják, hogy belenéznek a szemedbe, és egyszerűen más fénye van már. Ez egy másik ember lett. És olyan szép. Olyan vonzó ez az élet. És akarják mások is. Ezt a lelki békét, ezt a reményt, ezt az örömöt, ezt a szeretetet, ezt a megnyugvást, ezt a biztonságot, ami sugárzik az életedből. Egy új szív dobog már benne. És tudjátok, a legjobb az egészben, hogy ez nem a te emberi akaratodnak az erőfeszítéséből van. Nem egy izzadságszagú erőlködés, hogy már pedig ezt a módszert most akkor is én most megvalósítom. Most biztos meg fogok változni. Most kitartó leszek. Most nem adom fel. Ez nem ettől van. Nem kívülről erőlteted magadra. Nem egy külső emberi segítség az, ami majd kirakja a hiányzó puzzle darabokat az életedbe. A legjobb az egészbe, hogy ez belülről fakad, természetesen, és egy kapcsolatból. Amikor Istennel, az élő Istennel kapcsolatba lépsz,
És az a kapcsolat az újjászült téged. Na ez egy fantasztikus dolog. Hogyha ezt te nem tapasztaltad, akkor nem tudod, miről beszélek, de próbálom minél egyszerűbben elmondani több hasonlattal, hogy megértsd, miről van szó. Például itt egy másik segítség. Van egy olyan emberi tapasztalat, ami a legtöbbünk átment, és ott is egy kapcsolat az, ami átformál téged, újjászül szinte. Ez a szerelem, igaz? Amikor szerelembe esel. Csak gondolj vissza, amikor szerelembe estél. Hát nem megváltoztál. Nem észrevette mindenki, hogy ez más ez a srác. Mi történt ezzel a lánya most, hogy sokkal vidámabb, boldogabb, úgy sugárzik. Valahogy belülről úgy átalakult. No, az újjászületés, amikor megismered a te szerető Istenedet, ugyanúgy átformál téged. Belülről fakadóan. Mint hogy a szerelem. Csak az itt a különbség, hogy a szerelem az ugye tart egy-két hétig, attól függ, hogy mi a terved a kapcsolattal, meg hogy alakul, vagy egy-két hónap, vagy jobb esetben tovább, és a szerelembeesés az elmúlik, átalakul. De ez a változás, ez radikális. Ez hosszú távú. Ez tartós. Ez megmarad. És ez a változás, ez nem fog már megváltozni. Te most már egy új ember lettél Istennel való kapcsolatodban. És ez a fantasztikus. Itt van megint egy parafrázis fordítás csak a message-ből. Mi történik, amikor te újjászületsz? Milyen az az isteni élet, ez az új teljes élet? Azt mondja, hogy mondom, ez csak egy parafrázis fordítás, nem szó szerinti. Mi történik, amikor isteni életet élünk? Isten ajándékokkal halmozza el az életünket, mint hogy egy kertben megjelennek a fák, ágain a gyümölcsök. Milyen ajándékokkal? Azon veszed észre magad, hogy szeretni kezded az embereket. Hogy kicsattanó életkedv energizál. Hát nem vágysz erre az életkedvre? Hogy átjár az öröm. Hogy felismered az értékeket, és tudod azokat élvezni. És látják rajtad, hogy nem vagy már az a depis, az a negatív. Akkor az aggodalmad helyén békességet találsz. Nem izgat már minden. Van egy olyan bombabiztos kapcsolatod, amit tudod, hogy megtart. És ezért béke van a szívedben, és nem aggodalmak minden felett. Aztán egyre másra felismered az értéket a hűségnek, az elköteleződésnek. A szívedben türelmesebb vagy másokkal, akikben értéket fedezel fel, és jót akarsz nekik. Tehát nem keresztbe akarsz neki tenni. Nem irigykedsz, és akkor dögöljön meg az ő tehene is. Hanem azt akarod, hogy neki is jó legyen, és segíted őt. Hát nem fantasztikus, amikor egy emberi élet így újjászületik? Nem ragaszkodsz már ahhoz, hogy a saját akaratod erőltesd. Mennyi konfliktus ebből van, nem? És azt mondod, hogy tudod mit? Legyél boldog. Nem annyira fontos ez nekem. Nekem még ott attól megvan a lelki békém. Nekem attól még teljes az életem. Legyen a tiéd. Nem erőlteted már. El tudod engedni, mert bölcsen és önfegyelemmel tudod vezetni az életedet. Hát nem csodálatos? Hát nem erre vágyna mindenki? Nem arra vágyunk, barátom, hogy egy kicsit sikeresebb legyek. Hogy most már egy kicsit, kicsit tudok fegyelmezett lenni. Hogy képzeld el, leszoktam egy-két rossz szokásomról. Hogy képzeld el, van már olyan happy momentem. Meg most már van egy kis lelki harmóniám, egy kis meditációba. Ezek felszínes dolgok. Ezt meg tudod kapni egy motivációs trénertől, egy poppszichológián keresztül, vagy ezotériával. De egy ilyen teljes, új, értékes életet azt nem fogsz. Ahhoz újjá kell születned. És akkor nézzük most ezt a bibliai példát az újjászületésről. Volt a farizeusok közt egy Nikodémus nevű zsidó tanácsos. Ének idején fölkereste Jézust. Fontos az időpont. Ének idején. Azért is használtam ezt az illusztráló képet, hogy el tudjuk képzelni. Oda ment sötétbe. A tiltott rabbihoz, akiről beszéltek. Aki más volt, mint mi. De én tudtam, hogy valami titka van, és engem érdekelt. De nem mertem vállalni. Nem mertem, hogy majd kibeszélnek engem a kollégák. Meg mit gondolnak rólam az emberek. Ezért csak titokba, sötétbe fordultam Jézushoz. Lehet, hogy te is ilyen ember vagy. Lehet, hogy te is titokban nézed a YouTube prédikációkat, és senki sem tudja. De a jó hír az, hogy Jézus az veled is akar beszélni.
téged is fogad. Még ha sötétbe jössz, még ha titokba jössz, akkor is. De azt is tudnod kell, hogy terve van veled. Hogy ő többet akar, mint a titkos találkátok. Ő egy teljes új életet akar adni, és ez vállalnod kell őt. Ehhez egy paradigma váltásra lesz majd szükséged a gondolkodásodban, mint Nikodémusnál. Mindjárt rátérünk, már látom, alig várjátok. Nagyon jó így beszélni, hogy csillogó szemek, és hogy lesz tovább? Tehát ének idején felkereste Jézust. Rabbi szólt hozzá. Tudjuk, hogy Istentől jött tanító vagy. Lehet, hogy te is itt tartasz, mint Nikodémus. Jézus egy tanító. Egy bölcs ember, kétségtelen. Marha jó hasonlatai vannak. Meg a sztoriai is nagyon lebilincselőek. Sok ilyen motivációs trénert hallottam már. Jézus egy kicsit többen él, mindjárt veszek volna. Azt mondja Nikodémus, mert senki sem tud olyan csodákat művelni, mint te, ha Isten nincs vele. Jézus erre kijelentette neki, bizony-bizony mondom neked, ha valaki újra nem születik, nem látja meg Isten országát. Hogyan születhetik valaki, mikor már öreg? Kérdezi a bölcs vallás tudós Nikodémus vágott szavába. Csak nem térhet vissza anyja méhébe, hogy újra szülessék. Gondolom, ezt poénnak szánta. Jézus megmagyarázta. Ő bizony komoly volt szerintem. Bizony-bizony mondom neked, aki nem születik vízből és Szentlélekből, nem mehet be Isten országába. Mert ami testből születik, az test, de ami lélekből születik, az lélek. Na, hogy csodálkozhatott Nikodémus, nem értette ezt igazán, mert utána mondta is Nikodémus, hogy ne csodálkozzál, hogy azt mondtam neked, újra kell születnetek. A szél ott fúj a lakar, hallod az zúgását, de nem tudod, honnan jön, és hová megy. Ez áll mindarra, aki lélekből született. Hogyan lehetséges ez? Kérdezte Nikodémus. Jézus így felelt. Te Izrael tanítója vagy? Azt mondod, hogy ismered Isten szavát, azt te tanítod? Tehát felnéznek az emberek, mint egy vallási előjáró, és te nem tudod. Hát nem fantasztikus? Jézus egy radikálisan új koncepciót vezetett be a vallási életbe. És ezért sokan még ma is vallásosak nem értik. Nem beszélve a világiakról, akiknek semmi közük nincsen Istenhez még. Fogalmuk sincs, ez egy teljesen új, egy radikális megközelítés, egy paradigmaváltás van itt megint. Ez nem egy reinkarnáció, nem egy felszínes átalakulás, nem egy külső változás. Nem az, hogy van egy kis módszer, és akkor egyre jobban és jobban érzem magam. Napról napra jobban és jobban érzem magam. Most annyira nem, de majd mindjárt jobban érzem magam. Már jobban is érzem magam. Már többet mosolygok. Barátom, ez egy nagy átverés. Ez egy nagy átverés. Ahhoz, hogy egy új, teljes életed legyen, Istennek bele kell nyúlnia a régi életedbe, azt lerombolni és felépíteni egy újat. És akkor újjászületsz, és megtapasztalod, hogy na, mi az? Mi az, amikor tényleg jobban érzed magad? Mi az, amikor végre béke van a szívedbe? Amikor végre energizálva vagy? Amikor végre remény van benned? Amikor végre elhalnak benned rossz szokások? És új gyümölcsök jelennek meg az életednek az ágain, értékek, jó tulajdonságok, amikre vágytál. És Nikodémusnak fogalma sem volt itt, mi történik? Most megint egy példa, hogy megértsük ezt. Honnan jön, hogy a születés, hogyan történik a születés? Hát tudjuk. Hát úgy, hogy a baba akarja, nem? És ki akarok venni, nem, mert olyan szűkös, meg sötét itt. Már ki akarok jönni, nem? Tehát a baba akarja, és akkor ki jön? Vagy kívülről motiválják. Gyerünk, ez az, meg tudod csinálni, gyere ki, gyere már ki. Volt egy, már nem emlékszem, melyik fiunk volt az, aki későn jött meg. Már egyikünk sem emlékszik. A három fiúból az egyik később jött meg, mint ahogy megbecsülték az orvosok a szülés időpontját. És hát szurkoltunk neki kívülről. Születés? Na, van már mindjárt, gyere már ki. Szüljél már meg. Szerinted hallgatott ránk? Nem. Azóta sem hallgat. Tehát ez nem úgy néz ki, hogy majd kívülről motiválják, meg belülről akarod. Nem. A szülés az úgy néz ki, hogy az anya nyomja. Az anya szüli meg. Az anya szenved.
Az anya tolja ki. Az újjászületésnél szintén nem rajtad múlik, barátom. Nem a te akaraterődből, nem mások motiválják majd ki belőled. Nem. Azt a te teremtő Istened fogja majd benned elvégezni, és újra szület, újra szül téged. Azt Isten nélkül nem tudod. Nem tudod emberi eszközökkel, nem tudod akaraterővel. Ezért az a cím, hogy a motivációs trénerek, a poppszichológusok és ezoterikus guruk, plusz majd a te fantasztikus akaraterőd, az nem ad újjászületést. Nem ad teljes életet. Nem tudod betömni az erkölcsi meg lelki gödröket. Ugyanaz a régi élet lesz, csak foltozgatott, toltozgatott. Minél előbb elfogadod, annál jobb. Azt mondja a Biblia, hogy ne csodálkozzál, hogy azt mondtam neked, újra kell születned. Tehát lehet, hogy nem érted, de nincs más út. Viszont örülj, hogy van út. Van remény, és az nem is olyan nehéz egyébként, hogy ezt megvalósítsd. Azt mondja a Biblia. Jézus Krisztus, Isten és Atya nagy irgalmából újjászült minket. Jézus Krisztusnak a halottak közül való feltámadása által élő reménységre. Próbáltam erre a nagyon komplex és idegen, mert más ilyen tapasztalat nincs az életben. Igazán. Ez egy nagyon egyedülálló, különleges, természetfeletti esemény az ember életében. Próbáltam erre egy definíciót írni, ami nem könnyű, és nem is tökéletes, és nem is rövid persze. Az újjászületés az a belülről fakadó változás, tehát nem kívülről erőltetik, nem kívülről motiválják, ez belülről fakad, mint a szerelembe, tudod. Amely nem a te akaraterődben, nem külső emberi iránymutatásban fogan, és nem azt támogatja, nem azt generálja, hanem maga Isten viszi végbe benned, és teljesen új életet teremt beléd. Ahogy újjászülsz. Újjászületsz. Nos, ezt a csupa jó dolgot hallva, remélhetőleg már, hogy felkeltette benned a kíváncsiságot, az érdeklődés, hogy de ez hogyan? Hogyan történik mindez? Hogy tudnám ezt mégis valahogy elérni, valahogy megkapni Istentől? Hogyan lehetne végre teljes az életem, és születhetnék újjá? Egyszerű. Hit által. Nagyon egyszerű. Hit által. Nem kell neked ide egy 66 napos kurzus. Nem kell ezért Indiába repülnöd, méreg drága pénzen. Nem kellene neked ezotikus tanítók, akik majd ide jönnek, és akkor majd... És akkor majd kikerekedik az életed. Nem. Egy paradigma váltásra van szükséged a gondolkodásmódodban, ami Nikodémusnak is egy kihívás volt, de tudjuk a Bibliában, hogy később ezt megtette. Később ő is megtért és újjászületett. Most nem térek bele, erre nincs időnk. De a lényeg az, hogy nála is a gondolkodásában egy paradigma váltásra volt szükség. De egy gyors, röviden, egy fontos részlet. Nikodémus a társadalom, akkori társadalom egyik lúzere volt. Egy alkoholista, drogos, hajléktalan, senki házi. Az akkori társadalom egyik első embere volt, barátom. Tekintélyes pozícióba, sikeres, biztos anyagi körülmények között. Miért fontos ez? Azért, mert sokan azt gondolják, hogy a hit, meg ez az újjászületett dolog, ez kiknek jó? A lúzereknek. Akinek bankóra van szüksége az életbe. Ez az egyik legnagyobb hazugság, barátom. Itt van egy number one ember, egy high flyer. És azt mondja Jézus, hogy Nikodémuskám, azt hiszed, hogy valamit te elértél az életedbe. Hogy te sikeres vagy, hogy te erkölcsileg ki vagy kerekedve, megtisztultál, lelkileg hazataláltál. Barátom, fel kell, hogy világosítsalak. Nem. Nem. Újjá kell születned. Akkor fogod majd megtapasztalni azt az új életet, amit úgy gondolod, hogy ismersz. Akkor fogod megismerni azt az élő Istent, akiről te nap mint nap tanítasz. Hogyha majd igazi élő kapcsolatba kerülsz vele, és újjászületsz ebbe a kapcsolatba. Barátom, erre szüksége van a milliomosnak. Erre szüksége van az ezoterikus gurunak, a motivációs trénernek, aki megmondja az embereknek, hogyan kell élnie. Erre szüksége van egy pszichológusnak, erre szüksége van egy üzletembernek, egy professzornak. Azt mondja Jézus, mindenkinek újjá kell születni. Aki meg akarja látni Istent, aki teljes életet akar,
újjá kell születnetek. Neked is. Még akkor is, hogy úgy gondolod, neked nincs bankóra szükséged. Barátom, ez nem egy bankó. Ez egy új élet. Egy teljesen új élet. És hol van itt ez a paradigmaváltása gondolkodásában Nikodémosnak? Ugye Nikodémos kinek tartja Jézust? Kinek tartotta Jézust? Emlékszünk rá? Egy tanítónak. Ugye? Azt mondja, hogy te egy fantasztikus előadó vagy. Neked tömegek járnak a motivációs előadásaidra. Te fel tudod dobni az embereket. Egy-két retorikai trükköt megoszthatnál velem. Te egy nagyon jó előadó vagy. És akkor Jézus azt mondja, hogy én annál több vagyok, mint hogy egy tanító lennék. És barátom, hadd mondjam el itt a helyszínen, vagy neked ott a képernyőkön, hogy nem tanítóra van szükséged. Neked nem egy újabb előadóra van szükséged. Nem egy exotikusabb trénerre. Nem egy újabb technikára. Vagy egy távoli módszerre. Nem egy tanítóra van szükséged. Mert akkor megint csak szomjas leszel. Megint nem fog beválni. Megint csak újra keresel. Megint egy új könyv. Hú, majd ez biztos. Egy új előadó. Te most jött Indiából. És majd ő. Nem. Neked egy megváltóra van szükséged. Jézus Krisztusra. A te személyes, élő, isteni megváltódra. És ez a különbség. Ez itt a paradigmaváltás, amikor Jézusra már nem úgy gondolkodsz, mint egy a sok bölcs közül, hanem ő a megváltó. Ő a földre szállt Isten emberi formában. Ő az, aki belém lehelte az életet annak idején. Aki akarta, hogy lejöjjek ide a csillagok közül, és elkezdjem ezt a földi pályámat. Ő tud engem újra szülni, hogy új életet lehelni belém. És akkor minden megváltozik. Erre vártál. Na ez az a paradigma váltás, ami neked szükséged van. Jézus már nem csak egy bölcs, nem csak egy tanító, ő az egyetlen megváltó. És hogyha te ezt elhiszed, na, akkor tudsz újjászületni. Akkor tudsz újjászületni, ha hitben elfogadod, hogy Jézus Krisztus nem egy tanító, hanem a te élő, személyes, isteni megváltód. Azt mondja a Biblia, a János evangéliuma, akik pedig befogadták, vagyis elfogadták Jézust megváltónak és hittek benne, azokat felhatalmazta arra, hogy Isten gyermekeivé legyenek. Mindazokat, akik hisznek az ő nevében, akik nem vérből, sem a test, sem a férfi akaratából, hanem Istentől születtek. Ugye mi már elsősorban, akik újjászülettünk, már nem test és vérnek a gyermekei vagyunk. Nekünk már nem csak Kovács Béla, meg Mezei Borbála egy intim pillanatából megfakadtunk, kirügyeztünk. Nem. Minket már Isten szült újjá. Mi már nem csak testből vagyunk itt, hanem lélekből, szellemből. Bennünk már egy egész más szellemi, egy spirituális élet folyik a vérünkkel együtt végig a testünkben. Újjá vagyunk teremtve, újjá vagyunk szülve. Mert elhittük azt, hogy Jézus a megváltó. Na most nálam ez hogy történt? Most jön a személyes történetem. Amikor én azt mondtam, ahogy az Adrian mondta az elején, hogy most már, uram, komolyan akarom menni ezt az egészet. És én is meg akartam vallani a hitemet, hogy nekem te vagy a legfontosabb. Kutattam, kerestem 28 éven át. Még mindig nyugtalan vagyok. Még mindig kutatok. Még mindig csak keresek. Én nem akarok örök életemre kereső maradni. Aki nem találja a helyét az életbe. Akinek nincs meg az a lelki béke, amire tudom, hogy létezik, de még mindig nem az enyém. Még nem születtem újjá. És akkor pörgessük vissza az időt 14 évvel ezelőtt. Meg repüljünk el Londonba egy pillanatra. 2002. május 22-én, egy májusi éjszakán, egy angol újjászületett keresztény házaspárnak a nappaliában, ott álltam 28 évesen, a kezüket rátették a vállamra, és imádkoztak értem. Mert azt mondtam, hogy én most abba akarom hagyni ezt a keresést. Én egy új életet akarok. Én hinni akarom, hogy ez az egész igaz.
Hinni akarom, hogy több az élet, mint amit láttam történelmi vallásos egyházakban. Hinni akarom, hogy több az az élet, amit tud adni egy karrier, tud adni egy üzleti élet, tud adni a szex, vagy bármi, barátság, hobbi, szórakozás, akármi. Hiszem, hogy ez az élet több annál. És nekem ez nem elég. És amit a Biblia mond, én hiszem, hogy igaz. Uram, én egy ilyen posztmodern, agyatlan ember vagyok, aki meg akarom tapasztalni ezt az egészet. Én nem csak hinni akarom, hanem Istenem, adj egy élményt a lehet. Én mindig úgy gondolom, hogy nekem annyira kevés volt a hitem, hogy azt mondta Isten, hogy jó, akkor itt van egy tapasztalat, csak hidd már el az egészet. És akkor megadta ezt a természet feletti élményt. Ami a legkülönlegesebb, legmeghatározóbb és legszebb élménye az életemnek. Nincs ehhez fogható, barátom. Nem mindenki így éli át, nem mindenkinek ilyen hollywoodi, mint az enyém. Nekem így történt. Mondom, mert annyira agyatlan vagyok, hogy nekem muszáj volt, hogy Isten azt mondja, hogy jó van, valamit csinálok veled, mert már nem igaz, hogy nem fogod fel. Tehát akinek nincsen élménye, én azelőtt fejet hajtok, hogy neked, barátom, sokkal nagyobb hitem van, mint nekem volt annak idején, mert te egy tapasztalat, egy élmény nélkül is hiszel. Fantasztikus. Te előrébb jársz, mint én. Sajnos nekem szükségem volt egy élményre. Na, mi lesz ez az élmény? Imádkoztak értem, be volt csukva a szemem, kitártam a karomat. Uram, én találkozni akarok veled, nem érdekel, hogy ki mit gondol erről, én most ezt vállalni akarom. Megvallottam, hogy Jézus a megváltom, és kértem, hogy ezt az újjászületést hagyd tapasztalja meg. Hogy add meg nekem azt a szent lelket, azt a szent szellemet, amit pünköstkor, hogy bele leheltél az apostolokba, és teljesen megújultak. Azok a gyáva nyulak, azok bátor harcosokká váltak. Én azt akartam, hogy én ezt vállalni akarom. Én így akarok élni. Transformálját engem, egy transformer akarok lenni. És akkor megtörtént, ha már Hollywoodnál tartottunk, ugye. Imádkozom, sötét volt abban a nappaliban, este volt, csak kis hangulatfények égtek, mint egy tipikus angol nappaliban. Elől ablakok kertre nézve, már éjszaka volt, tehát ott is sötét volt, be volt zárva minden ablak. És akkor imádkoznak. És ami össze érdekes volt, hogy folyamatosan a bal fülembe valaki azt mondogatta, hogy hagyd abba ezt a hülyeséget! Ennek semmi értelme! Te már egy vallásos ember vagy, teológiát végeztél, minden tudsz, ez már bűn, amit itt művelsz. Ezzel állj le! Csak bolondját járhatod itt magaddal. Ez nem igaz, ez az egész. Jobb, ha most elmész. Aztán majd szégyen szemben, vagy kiderül, hogy te miket művelsz itt egy sötét nappaliban. Folyamatosan ment ez a hang. Tudtam, egy idő után leesett, hogy nyilván ez a sötét oldal. Tehát ez egy gonosz lélek, aki nem akar, hogy ezt megéljem. Aki nem akar, hogy utána én Isten igéjét hirdessem mindenkinek. És akkor, ahogy ott imádkozom, becsukott szemmel, ketten voltak, Jean meg Jim, nagyon egyszerű így megjegyezni, az egyik férfi név, a másik női név, házas pár. És akkor egyszer csak a kert felől, a zárt ablakon és falon keresztül belépett valaki a terembe. A nappaliba. Tehát az annyira biztos volt, mint ahogy ezt itt megfogom. Tehát be volt csukva a szemem, de egyszerűen tudtam, hogy valaki belépett, és már négyen vagyunk bent. Ez egy ilyen hatodik érzék volt. Tehát kétségtelenül biztos voltam benne, hogy valaki benn van. És utána egy még ijesztőbb dolog történt. Ez az illető, aki bejött, zárt falon és ablakon keresztül, ez elkezdett közeledni hozzám. Lépett egyet. Ó, én meg már majdnem léptem vissza. Mert azért nem minden nap találkozik az ember valakivel, akit nem is lát, fogalma sincs, hogy ki az. Ráadásul az a hang, ami itt volt a bal fülemben, az abban a pillanatban megszűnt. Tehát egyértelmű volt, hogy az, aki nem akart ezt a találkozást, az megijedt attól az illetőtől, aki belépett, mert erősebb volt nála, és elmenekült. Mert a gonosz az nem bírja Isten jelenlétét. A sötétség nem bírja a világosság jelenlétét. Az sokkal erősebb nála, sokkal hatalmasabb. Tehát te bevilágosítod egy sötét szobában, nem fog ott maradni a sötétség. Az elmenekül onnan. Úgy, ahogy a feltámadt Krisztus ott a szent lelkében, szellemében belépett oda, ott minden gonosz, fülét, farkát behúzva, elhúzta a csíkot. És ott álltunk tisztán ezen a szent helyen. És aztán közeledett hozzám. És tudjátok, az volt a fantasztikus, hogy mit éreztem Isten jelenlétéből ebbe a természet feletti élményben, amikor Istennel találkoztam személyesen. Két dolog. Az egyik, egy mindent lefegyverző erő. Tehát ott egy olyan erőtér volt,
Ahogy mondom, a gonosz lélek minden csatlósával, meg démonával együtt elmenekültek. Végtelen békesség töltött be mindent. És ahogy ez az erő lényhez közeledett, az volt az érdekes, hogy nem féltem ettől az erőtől. Ettől a emberfeletti hatalomtól, aminél nincs nagyobb a Földön. Nincs senki olyan pozícióba, hogy ilyen erőt tudjon gyakorolni feléd. Nem féltem tőle. Pedig minden okom meg lett volna rá. Bár lehet, hogy egy picit hátrébb akartam lépni, ahogy mondtam. De azért nem léptem hátra, mert volt még egy dolog, ami nagyon megfogott. Ez a gyöngéd szeretet. Hogy együtt volt ez a mindent lefegyverző erő, meg a végtelen szeretet, ez volt a fantasztikus. És vártam, hogy közeledjen. Bár ezt nem tudta, hogy mi fog történni. És ezt megint nem lehet emberi szóval leírni. Erre nincs példánk, nem lehet analógiát felhozni, mert nincs ilyen emberi tapasztalat. Nincs ilyen fizikai. Ebbe a térbe, mi mozgunk itt ebbe a 3D-be, itt a fizikai törvények között, itt ebbe a Föld nevű bolygón, nincs ilyen tapasztalat. Arra, ami történt utána. Oda jött hozzám közel, már mondtam, hogy bocs, ez az aurám. Ez most viccnek szántam, de mindegy. Hát közel lépett hozzám, mert tényleg olyan közel, hogy már nem tudtam, mi fog történni. És akkor történt az, amire nincs szó, amit nem tudok elmagyarázni, mert nincs példa, hogy belém lépett. Tehát képzel egy ilyen erő és szeretet és egy ilyen fénylényt, aki ott áll előtted, és így beléd lép. És teljesen így egyesülök vele. És az a szeretet, az az erő, az minden porcikámat átjárt. És végig sugárzott rajta, mintha egy intravénás, hogy pff, és így a vér ereken végigment ez a szentség. Isten személyes szeretete, ereje, élete így betöltött. És ebben az erőben, ebben a szeretett térben, ebben hosszú percekig voltam. És teljesen kikapcsoltam, és ott szinte a mennyországban jártam. És nincs ennél szebb élmény, nincs ennél különlegesebb, nincs ennél meghatározóbb. Teljesen, radikálisan megváltozott az életem egyszer és mindenkorra. És nem akarom visszacsinálni ezt az egészet, nem is tudom. És alig várom, hogy megint átélhessen ezt. Amikor szemtől szembe találkozom megint Jézus, amikor meghalok, és végleg levetem ezt a régit, végleg elmúlik, és ezt az új életbe megtapasztalom az ő végtelen szeretet és ereje. Alig várom. Tudjátok, milyen csodálatos volt? Arra nincs emberi tapasztalat. Egyéb bármit, szexelj bárkivel, legyen akármilyen autód, legyen fényes karriered vagy hírneved, barátom, nevetséges az egész ehhez képest. Egyszerűen szánalmas. Mert az annyira csodálatos. És akkor ott az volt az érdekes, amikor Isten most ez furán hangzik, de így kilépett belőlem, akkor mint akit minden erő elhagy, így összecsuklottam. És tapasztaltak voltak az angolok ebből a szempontból, dörzsölt nép. Oda tettek egy fotelt mögém. Közbe. Tehát már nem először csináltak ilyet nyilván. Mert én meg így belehuppantam. És a következő természetfeletti élmény, ami megint fantasztikus volt, és megint úgy átélni megint, akkor abban a pillanatban kifakadt belőlem egy olyan önfelett nevetés, röhögés, kacagás, nevetés, nevezd, ahogy akarod. És én olyan sokat még sosem nevettem. Tehát legyen az Jim Carrey, vagy bárki, de... Tehát én olyan felszabadultan, hosszan, még soha nem nevettem életemben. Én olyan boldog voltam. Én voltam a világ legboldogabb embere. Olyan öröm volt bennem, hogy igen, létezik. Igen, igaz. Minden igaz. A Jedik, az erő, a sötét oldal. Minden. És onnantól megváltozott az életem. Teljesen. Tehát ott van az a béke a szívemben, az a biztonság. Nem aggodalmaskodom már mindenféle. Nem érdekel, hogy ki mit gondol. Ott van az az erő bennem. Ott van az a remény. Ott van az a szeretet. Ott van az az életöröm. Mind az a jó, az a gyümölcs, az ott érik bennem. Nem vagyok tökéletes. Nem lettem nyilván hibátlan. De teljesen megváltoztam. És belülről Isten újra át és át alakít. És persze egész más a kapcsolatom Istennel, a Bibliával, Isten szavával. Már nem egy unalmas történelmi krónika az a Biblia, amit illen elővennem, hanem egy olyan élettel lüktető,
történet, aminek a lapjait most is írják, aminek én is a szereplője vagyok. Én is ott vagyok benne, és éreztem, hogy nekem barátom meg testvérem József, Mózes, Péter, Pál. És ott menetelek velük. Az élő Istennek a dicsőségére, meg az emberek szolgálat, és hozzuk a világosságot a sötétség helyére. A mi szívünkbe is, meg a mások szívébe is. Barátom, hogy ezt a reményt akarod. Azt mondja a Biblia, hogy ez egy reményt ad neked az életbe. Olyat, ami nem múlik el. Isten nagy irgalmában Jézusnak a halálboló feltámadás által új életre hívott az élő reményre. Ha te ezt a reményt akarod, ezt a békét, ezt az erőt, ezt a mindent átformáló új teljes életet, akkor barátom, ne csodálkozzál, ha azt mondom, újjá kell születned. Amen. Amen. Álljunk fel és imádkozzunk. Yeah.